Két kiállításról szeretnék néhány gondolatot megosztani. Mind a kettőt itt a Fúgában a Hermina alkotócsoporttal rendeztük. Röviden néhány mondatot elmondanék az alkotócsoportról is. Zeneszerzőkből, képzőművészekből, előadó művészekből álló társaság. 5 éve működünk együtt, 2015-ben jött létre ez a csapat. Igazából azért, mert rendkívül érdeklődtünk az iránt, amit a másik csinál, tehát szerettük volna mi képzőművészek jobban megismerni a zeneszerzőknek a gondolkodás módját, illetve ők a miénket, és ezért teremtettünk egy ilyen platformot, ahol lehet találkozni. Először egy galéria is tartozott ehhez az alkotócsoporthoz, a Hermina Galéria, amelyet Katona Kálmán alapított, és 2 éven keresztül töltöttünk meg ott tartalommal, kiállításokkal, koncertekkel, alkotói estekkel, beszélgetésekkel. Utána azonban történt egy tragédia, sajnos az alapító meghalt, és ezért a galériát be kellett zárni. Viszont számunkra ez egy eléggé fontos tapasztalat volt, hogy bár megszerettük a galériának a terét, megszerettük magát az épületet, meg a kertet, örültünk annak, hogy ott van egy állandó pianino, és kvázi egy otthon, ahol jól érezhetjük magunkat. Nagy felismerés volt igazából mindannyiunk számára, hogy a Hermina igazából mi vagyunk, tehát nem egy épülethez kötődő történetről van szó, és azután is tovább tudunk működni, hogy a galéria tere megszűnt. Ilyen kicsit ilyen vándormadár üzemmódban az elmúlt évek során különböző terekben készítettünk kiállításokat, és ha lehetőség volt rá, koncerteket, zenei performanszokat is, Mamü Galériában, Budapest Galériában, Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsai termében, de voltunk a Ludwig Múzeumban, Modemben is, és különösen nagyon otthon éreztük magunkat a Fúgában. Én azt gondolom, hogy az, hogy az ember otthon érzi el magát valahol, az elsősorban nem a tereken múlik, ahogy itt a Hermina történetéből is kiderül. És hát a Fúga esetében is igazából azt tapasztaltuk, hogy azért éreztük itt magunkat ennyire otthonosan, mert az itt dolgozó embereknek a hozzáállása, szellemisége, kedvessége, segítőkészsége teremtett egy olyan nyitottságot, olyan jó légkört, ami miatt itt jó volt kiállítást csinálni. Azt fontosnak tartom még elmondani, hogy a zeneszerzőink alapvetően ők már több szálon kötődnek itt a Fúgához régóta, évek óta. A Centrifuga sorozatnak aktív tagjai, sőt szervezői, a Kedves Csanád, Bolcsó Bálint, Szigeti Máté, Grillus Samu, Tornyai Péter, és még sorolhatnám. Tehát ez a nagyon erős, nagyon intelligens generáció, akik tulajdonképpen a Centrifuga koncertsorozatot is tartalommal töltik meg, úgyhogy ők a Fúgában alapvetően már otthonosan érezték magukat, és hát mi képzőművészek is rendszeresen jártunk Fúga koncertekre. Úgyhogy amikor sor került az első Fúgás kiállításra, akkor egyébként pont zajlott egy Centrifuga koncert, és gondoltuk, hogy hát akkor esetleg még egy mosógépes poént el tudnánk itt sütni, és a kímélő program címet adtuk a kiállításnak. És maga a megnyitó esemény az nagyon emlékezetes volt szerintem mindannyiunk számára. A Beke László művészettörténészt hívtuk meg, hogy ő nyissa meg a kiállítást, ő beszéljen, de megmondtuk neki előre, hogy ha nem bánja, akkor mi egy kicsit bele fogunk zajongani az ő megnyitó beszédébe. És hát ő nagyon nyitott mindenféle tréfára, és erre is igazából nyitott volt. Tornyai Peti felesége, Dóri Zsuzsi, ő egy ilyen soundpainting jelnyelvvel tulajdonképpen adta nekünk az utasításokat, hogy akkor mikor milyen hangokat kell csinálni, milyen formában kell nyilvánuljunk meg, hogyan
voltak szavak, amiket mondjuk tudtuk, hogy ki fog mondani a Beke László, és akkor arra kollektíve reagáltunk, vagy idő előtt beletapsoltunk a beszédébe, és ő ezt nagyon jól vette, meg úgy éreztük, hogy a közönség is. Úgyhogy ez volt az első kiállítás. A másik pedig azt itt az Alaksori termek egyikében rendeztük meg, és az Átlátszó hangú zenei fesztivállal kötöttük össze, amit a Grillus Samuék évek óta rendeznek. És ott arra koncentráltunk, az volt a fő téma, hogy mi gyerekként hogyan kezdtünk el így alkotóművészként működni, alkotóművészi tevékenységet végezni, és erre most hogyan tekintünk vissza felnőttként, hogyan reagálunk. Úgyhogy ilyen típusú művek kerültek bemutatásra, amiből kiderült az is, hogy ki hogyan kezdte, hogyan indult, illetve az is, hogy most az adott problémákhoz hogyan viszonyul. Számomra nagyon érdekes a zeneszerzőkkel való együtt dolgozás, együtt gondolkodás. Én alapvetően képzőművészként a vizuális hasonlóság problémájával, alapvető képjeleknek a működésével foglalkozom, hogy mondjuk minimális változtatások, eltérések egy képen, meg egy másikon belül milyen hatást eredményeznek. Nagyon sokszor fordul elő, hogy ugyanarra az alapstruktúrára építem fel a képet, csak mondjuk a színben, anyagban kicsit eltér. És ezt egy muzsikus ez rögtön érti, és rögtön fogja, hogy miről van szó, hiszen a zenében is nagyon sokszor fordul elő, hogy egy témának a különböző, kicsit másként történő variálása tulajdonképpen zajlik egy zeneművön belül. Úgyhogy alapvetően nagyon élvezem azt, amikor a zeneszerzőkkel együtt lehet gondolkodni, és ők egy másik nézőpontból látnak rá sokszor ugyanarra a témára, hogy ugyanolyan fogalmakra, és ebből abszolút érdekes párbeszédek tudnak kialakulni. Én jelenleg a Szigeti Mátéval dolgozom együtt egy videón, de több zeneszerző kollégával is előfordult már ilyen erős interakció, úgyhogy remélem, hogy a későbbiek során is lesznek még jó lehetőségeink. A Fugával kapcsolatban pedig nagyon reménykedem abban, hogy egy olyan jövőkép várható, egy olyan történet várható, aminek mi továbbra is részesei tudunk lenni, mert a Fuga igazából amiatt olyan, amilyen, mert az ott dolgozó emberek, akik néven nevezhetőek, a Nagy Bálint, az Őri Juli, a Rajk Judit, és még sorolhatnám, az ő szakmai színvonalas munkája felel a minőségért.